Mi pedig már igazi karácsonyi hangulatban vagyunk. Itt Marton Adrián ételsztájlista. Szia, Adri, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Mosolygósan korán reggel, ezt szeretjük. Karácsonyfával érkeztél, és karácsonyi dekorral, meg illatokkal. Mit készítünk? Igen, nekem általában ez így szokott lenni, bár most először vagyok nálatok, de ennek a karácsonyi alapanyagnak a hozadéka az, hogy én elhozom a kis fenyőfámat, a dekor tányérkáimat, és egyébként még itt van, itt arrébb rakom a karácsonyi fámat, és megmutatom, hogy egy, aki privát séfkedik, aki a gasztroban tevékenykedik, annak nem rúzsa, meg sminke, nyilván az is van. Ez a sminkes táskád. Ez egy plastikai sebésznek is mehetnél. És ebben a legalapvetőbb dolgok azért benne mi kell, hogy legyen. És várjatok, például itt van, ez úgy néz ki, mint egy szemöldökcsik. Nem, de nem az. Hát egy kicsit áttransformálták. Kuláncsot remekül lehet vele szedni. Igen, ki mit, igazából én ezt ugye a csirkének a bőrét, meg ilyesmit, ha el kell távolítani, akkor például ez egy tökéletes szerkentyű erre. De például ezt is nagyon imádom, és például ennek meg is tudom mutatni, hogy mi a funkciója. Ez a legvégén majd mutatom a desszertnél, hogy ez lesz a dekorációs elem, amikor így meghúzzuk, és ugye a narancs nagyon szépen így ráhullik. Na mert az ételsztájliszt... Tudtam, hogy megkérdezem. Hát, hogy csak... Tudtam. Na hát ez az, amit most nem használok, de igazából tortát nagyon szépen egyenletesen, ugye amikor a krémet kenjük, nem lesz egyenetlen, hanem ezt szépen el lehet kenni. De gondolom egy fakanal, habverő. Egy kézi habverő. Ez még gyermekkorodból ismerős, a kapsz, fiam. És ugye itt van egy szuper éles kés, mert hogy annélkül nincsen, úgyhogy kérdezte pont a kis Adrik, fiam, bocsánat, mit készültünk? Igen, csak hogy karácsonyra hozzám mit hoz a Jézuska, és mondtam, hogy tuti konyhai kés, és mondta, hogy anya, biztos vagyok benne, igen, hogy egy egész készített. Itt vagyok. Na hát ők el vannak kényeztetve szerintem, hogy otthon készíted a finomságot, de nekünk most mit hoztam, mivel kényezteted a mi nézőinket? Igazából gondoltam, hogy egy stresszmentes karácsonyi desszertet mutatok nektek. Jó ötlet. Szerintem, ha már stresszmentes, mindenkinek felcsillan a szeme, mert amiben szénhidrát van, az nekem a stresszmentes. Igen, ja, neked ezt jelenti. Nekem a stresszmentes az azt jelenti, hogy mondjuk rövid idő alatt elkészül. Nem tudom, neked Attila mit jelent? Nekem nagyon fontos, hogy mire hazaérek, minden kész legyen, igen. Az a legstresszmentesebb. Akkor viszont mit szólnál, ha most mire hazaérsz, készen lesz a desszert meg a főétel, nagyon de most jó. Nekem segítesz. Rendben. Ezt mondjuk úgy neki, hogy mire végzel a munkával, igen. Tehát adás végére 9 készen óra 3. Lesz. De ez neked nem munka, nem, de nekem nem öröm. Igen, na hát akkor most... Na mit kell csinálni? Nagyon ügyetlen vagyok a konyhában. Hát ez pont olyan desszert, amit tényleg az alapanyagokat vegyük át. Meg hogy mit csinálunk? Igen, szóval itt van egy kis gesztenyemassza, komolyra fordítva a szót, amit igazából én összetörtem, és zabkekszel, amit leaprítottam, azzal összekevertem. Tehát ez egészséges is, hogyha már zabkekszről beszélünk. Egészséges is, laktató is, nem kell sütni. Nem kell sütni, és mégis egy szuper kis süti lesz belőle. Ezen kívül itt van előttem még őrölt fahéj, amivel meg fogom ízesíteni. Jó minőségű kakaópor kell hozzá, gyömpér nekem, ami a nagy kedvencem, ugye a karácsonyi időszakban szerintem egy nagyon fontos alapfűszer, illetve ugye vannak itt olyan dolgok, mint például ez a fűszerek királynője, a csillagán is, amit szintén akár őrölt formába is bele lehet rakni, tehát ez egy kis golyó. Na és hogy mit készítettek? Várjuk! Igen, tehát hogy egy narancsos gesztenye masszázs golyót fogunk készíteni. Jó. És a sütés nélkül készül. Igen. Ugye, tehát tényleg pikpak igazából. Jó, igen. Tehát gesztenye pürébe bele a kekszet. Igen, és akkor igazából ez adja az alapját, ugye, hogyha most elkezdenétek gyúrni, akkor észrevennétek, hogy az egész még szétesik, tehát kell valami folyadék, ugye nyilván ez a sütés egyik alapja. Úgyhogy innentől kezdve én olvasztottam étcsokoládét, igen. Étcsoki, tejcsoki? Ez étcsoki, én nagyon szeretem a minél magasabb kakaótartalmú, ugye étcsokoládét. Hát 75 fölött, 80 fölött. Igen, van egy ilyen markáns, karakteres ízvilága, ami szerintem nagyon-nagyon működik. Ezt egyébként jobban is passzol talán. Ez kókuszsír, amit beleteszek. Ugye ez a szuperül tudja a vajat helyettesíteni, vagy természetesen az étolajat. Ugye nem mondom, hogy mindig lehet használni, hiszen ha sós dolgokat készítünk, akkor mondjuk egy kókuszsír, picit durva, vagy elképzelitek, hogy a rántott húst mondjuk. Egyébként van, aki... Kókuszvaj. Én például használom azt is, és az kifejezetten jó a sós ételekhez, ugyanis az tényleg margarinéző, és az a klasszikus margarinéző. Na, tényleg? Na látod? Igen, akkor most hazamegyek és kipróbálom, de tényleg egyébként van, aki kókusz
zsírban vagy kókuszolajban kirántja a rántott húst, tehát hogy simán lehet ez. Kókuszvaj, ezt úgy hívják. Ez kókuszvaj. Jó, most kókuszvajjára akkor át. Tehát fölforralod, vagy majd legalábbis fölmelegíted a csokit, és ráöntöd. Igen, és ugye egy jó kis tipp, hogyha ugye étcsokoládét szeretnénk melegíteni, akkor hőálló tálban, vízgőz felett ugye meg kell olvasztani. A csoki az olyan, ami hogyha megég, akkor ugye megkeseredik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ugye ennek az alja mindig, ahogy használják, ne érjen a vízhez, mert rögtön meg. Itt csak maga a gőz szuperül megolvasztja, nem keseredik meg, és nem ég meg. Úgyhogy igazából ezt az egészet... Az kb. Mennyi csoki? Egy tábla? Igen, kicsinek, kevésnek. Igen, olyan kevés. Karácsonyi illatok vannak tényleg, ahogy a gesztenye, a csoki, narancs, szegfűszeg. Igen, itt minden. Közelebb is veszem a kis díszítetlen. Igen. Attila itt a műsor elején kérdezte, hogy igazából, igen, te mit mondtál? Én parmezánra tippeltem, hogy az a parmezányos fenyőt használunk. Meg tudjuk mutatni közelről. Igen, így a végén dekornak azt használjuk. És elcsipegetjük. Vannak egyébként ilyen furcsaságaim, de most ezt épp nem, de lehet, hogy lehet. Gyorsan dobjuk össze ezt a igen. Mert ahogy igen, itt még mit? Nem, itt ezt elkavarom, igen, és akkor kérlek szépen, Zsuzsi, hogy ezt kezdde nekem elkavarni, és közben, ja igen, a kés, csak éreztem ugye? Valami, hogy én innen tudtam, nagyon hogy ki kell fontos. Nyitni. Igen, köszönöm, és óvatosan. Ugye, amikor kést viszünk, akkor mindig így, magunk mellett. Ezt megtanultam a séfiskolába, hogy soha nem, így ugye nyilván, és mindig hogy egymás mellett voltunk. A és igen, ha esel, akkor nem bele, meg más bele, oda szalad véletlen. Igen. Szóval a narancs ketté vág. Igen, bele, és belenyom. Ha magja van a narancsnak, ugye a kezünket alá tartjuk, lazán tartjuk az ujjakat. És de bele, igen. Zsuzsi érzi. Hogy érzed, Zsuzsi, mennyire laza? Szerintem mennyi? Figyelj, szerintem még egy kicsit darabos benne a gesztenyepüré, úgyhogy én ezt egy villával átnyomkodnám. Oké. Nem tudom, hogy az úgy szabályos-e, vagy a te módszereidbe belefér-e, mert most tanulni jöttem én is. A főzés az olyan, látod már itt. Hárman szerintem összehozunk egy desszertet, ebben biztos vagyok. Figyelj, és akkor valakit oda küldünk a következő vendéghez, akik pedig már ott ülnek a stúdióban. Na jó, Adri, gyorsan, kettő mondatban mit fogsz még beletenni, és aztán itt is hagyunk. Narancs lesz elég, fahéj, és a gyömbér még belekerül, és igazából ennyi lesz a végét, pedig majd együtt fogjuk elkészíteni, kókuszreszelékbe megforgatjuk. Na, egy órád van rá, úgyhogy kényelmesen el tudsz készülni, pedig visszajövünk. Jó, köszönöm. Mi pedig már is itt vagyunk a konyhában Marton Adriánnel, aki egy karácsonyi vendégváró gyorsan elkészíthető desszertet csinált. Aki esetleg nem látta az adás elején, hogy mi készült, gyorsan mondjuk el neki, jó? Igen, egy narancsos gesztenyemasszás kókusz golyóhoz hasonlító történetet készítettem. Minden benne van, ami karácsonyi, minden benne van, ami ünnepi. Narancsos, gyömbéres, egy kis csillagánis, szegfűszeg. Kis gesztenye. Sietem, hogy meg ne egyem. Gyakorlatilag a massza megvan, és most megforgattuk kókuszreszelékben, illetve. Igen. Igen, és itt gyakorlatilag mindenkinek a képzelete szab csak határt annak, meg, hogy mi van mibe, igen, tehát hogy őrült pisztáció. De miket szoktál még használni? Mandula? Jó, ezeket, tehát jó. A csonthéjas termések nálunk nagyon-nagyon menők, minden formában, csak magában is, kicsi sajttal, stb. Tehát ezek mindig működnek. Ati, kóstolj, viszont kérdezek Adrián. Akkor nem beszélek. Ételsztájliszt vagy te hivatalos. Hogy jut valakinek az eszébe az, hogy mi leszel, ha nagy leszel kislány? Ételsztájliszt. Mi mindjárt válaszolok rá. Egy az arcomra vagy kivel? Nem. Egy pillanat, mert na, az ételsztájlisztnak az első, hogy kompozícióba teszi a képet, és a lelke akkor nyugodt, ha az egészet elkészítette, és várjatok, mindjárt el tudod venni, csak akartam, hogy nagyon kevés időn van, úgyhogy a turbo verziódat. Igen, tehát közben mondom, hogy mascarpone és fehér csoki krémet még nyomok a tetejére, mert egy ételsztájlisztnak ez nagyon-nagyon fontos. Turbo, és itt van egy kis mentalevél, amivel felszoktuk díszíteni, mert hogy az ételsztájlisztot gyakorlatilag a reklámszakma generálta, ez egy olyan szakma, ami gyakorlatilag a látványra gyúr, de alapvetően nekem fontos, hogy finom is legyen. Én ide teszek mellé egy karácsonyfát, és hozzájárultam a dizájnhoz. És még narancs is. Igen, stylist gyakornokká léptem elő akkor ma reggel. Gyere hozzám. Jó, megbeszéltük. Voilà, köszönjük szépen, ennyi volt már a jó reggelt, ezt megfogom. Holnap is tartsanak velünk majd egészen 9 óráig, hiszen érdekes témákkal várjuk Önöket.